Szeptember első napjaiban rekordot döntött, és várhatóan tovább nő az országban a COVID-fertőzöttek száma, hiszen megugrott az az érték is, amely azt mutatja, egy érintett hány embernek adta tovább a vírust. A kormány egyelőre nem szigorított, az újpesti STK azonban igen, amire honlapján is felhívja a figyelmet. A bejárati ellenőrzéskor már 37 fokos hőemelkedés esetén elkülönítőbe kísérik a beteget, a rendelő nyitvatartását kitolják este 8-ig, a sürgős esetek kivételével továbbra is kizárólag időponttal rendelkező pacienseket látnak el, és csak 10 perccel korábban engedik be őket az épületbe. Azért, hogy ne üljenek fél órát, órát fölöslegesen egy váróba más betegekkel együtt. Még egyszer elmondom, a saját védelmükbe és a betegtársak védelmében hoztuk az intézkedéseket. A veszélyeztetett egészségügyi szakemberek védőpajzsot, védőköpenyt, a magas kockázatú szakrendelések pedig újabb eszközöket kapnak. A fogászatokra és a fülészetekre egy olyan légtisztító berendezést szerelünk, ami a vírust is ki tudja szűrni. Az időjárás már lassan hidegszik, tehát a légkondicionálót le fogjuk állítani. Ugye a légkondival az a probléma, hogy bekerül a vírus, és utána terjeszti a többi helyen is, mert egy rendszer. A maszkot természetesen továbbra is viselni kell az STK-ban, de a szakember arra kér mindenkit, hogy azt hordja mindenhol, ahol csak lehet. A boltokban, a járműveken, és minden eszközzel védje magát a fertőzéstől.